és ebből az egyiken maradtak túl egyet. A 6000 emberből 3000 élt a túl. Tehát a fölfelezet meghat a lecsapódás miatt, és ebből a 3000-ből feltött ki a marsi civilizáció. Aztán persze meg is kezdeni ott, amelyik aztán még jöttek hozzá a földön, és még hunok, meg magyarok települtek át, sőt a Fétorra is, ami akkor még ugye egy egyre levő bolygó volt és lakható volt, már jóval ősebb lakható volt, de lakható volt. Tehát az akkori fejlettségi technikával végleges zsírokat tudtak kifekenni, meg ott teremtő gépük, tehát lakható volt. Most így a mi számunkra a hátkó ugye elég zima lenne ott, de a lakható bolygó volt, ami aztán ugye megsemmisült egy katasztrófában, amiről már beszéltünk. De a mostani mi holdunk az a Fétonnak volt a holdja, de a Féton megsemmisülésekor elszabadult és a Földnek csapódott volna. A keokáit a piramis rendszerrel nem változtatják meg a Földnek a pályáját, tehát a keringését. 380 nap, 365 nap. Először 360 nap, aztán vissza 365 és egy nap a keringés idő. De gyakorlatilag nem a oda történik, hogy én azt nem mondta, hogy jól kivitelezhet, hanem a földpályát módosították. És majdnem el tudták kérni az ütközést. Néhány percen múlva. Egy picit sikerül időben, előbb, akkor épp, hogy elmegy a forradat. Mert így neki ütődött egy kicsit, neki ütődött. Akkor is lett volna baj. Gyakorlatilag ez a behatás nem lett volna. Meg nem ezt az úrvégi mozgások után mennek, mert onnantól mondtad, hogy alakult kérdelemeztett önikai mozgásra. Ez így önmagában azért nem biztos, mert nem. Gondold el, hogy egy olyan brutálisan erős gravitációs hatás, hogy csak elmegy a Föld mellett a Hold, az azért jó eséllyel fölrepedezthette volna a Föld burkot. Vagy a kérget. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon erős gravitációs hatás. Eleve a gravitációról a Földön levő ismeret anyag az végtelen szegényes. Tehát ez így alatt. Tehát a gravitációról a fizikusok alig tudnak valamit. Azt mondják, hogy ez a képlet jó rá, és adnak egy képletet, holott az nagyon korlátozott körülmények között igaz. Tehát amikor gyorsan mozgó testek, forgó testek, eltérő tömegű testek, akkor teljesen mások a gravitációs hatások. Tehát még a mostan ismert képletekkel ki se lehet azt számolni. És például van egy űrge, állítólag tibeti űrge volt, aztán átment egy angolnak a lelkébe, ő írt a Lobszangrampa, tehát hogy ő meg azt írta, hogy a ütközés előtt eleve a Föld másik irányba fordult. Tehát adott esetben akkor meg még jó is volt az ütközés, mert akkor most erre fordulunk, amerre fordulunk, nem pedig a ellentétes irányba. Sok dolog alakult ki az ütközés hatására. Tehát az ilyen nagy pusztulások hatására olyan változások alakultak ki a Föld légkörében, meg egyéb vonatkozásaiban, ami nélkül mostani életünk nem lenne ilyen minőségű, amilyen. Mondjuk azt, hogy ezzel 13,5 évvel, amikor volt ez a katasztrófa, eléggé átalakították a Földet. Eléggé egy átalakítás volt erre a korszakra, és elég sok ide megváltoztattak. Tehát tény az, hogy ezek a gyűjtegységek, mint a Himalája, mint az Andok és a Szitkásvétséges társai, ezek nem több millió év alatt gyűlöttek föl, hanem milyen száz év alatt. És a mai napig még gyűlődik, ugye? Tehát a csomagmosítás, ahogy mondtam, hogy 8848 fétre meg, és hiszen már mértek 8864 méter magasságot is, pár év ezelőtt. Tehát az is fontosabb emelkedik. Na most, és mondok itt a Machu Picchu-ra. Ugye Peruban, a titokakartó mellett, tehát az elveszett városa Peruban, ami gyakorlatilag most 2000 méter, 2200 méter magasan van egy ilyen hegycsúcson, és vannak olyan részei, a épületei, amelyek felvén állnak, vagy mintha lépcsőzetesen ennek, amit eltört volna.
tehát úgy építettek volna, hogy egyiket így, és akkor a keret is folytatódik egy ilyen utató után. De nem lehet így építeni meg, hogy építették odafelé, minek? Nem. Ott találtak a Machu Picchu városában olyan kajdó, illetve tengeri csillagok meg jelenének a maradványait, amik arra utalnak, hogy ez tengerparton volt. És az ott csak 1-2000 éves. Tehát ez azt jelenti, hogy a Machu Picchu 1-2000 éves ezelőtt még tengerszinten volt, akkor egy darab győdött fel oda. Tehát azt a várost azt lent építették a tengerparton, valamilyen ősi inka, vagy valamilyen inka előtti kultúra. És az inkább ők kik voltak, amikor a melyek voltak az olmékok, az azt jelenti, hogy voltak a toltékok, talán a mixtékok, de az inkább ők kik voltak, nem tudom. De lényeg a lényeg, hogy 2000 évvel ezelőtt még az egy tengerparti város. Most pedig több mint 2000 évvel ezelőtt. Tehát nagyon sok minden nem tudom, a tudósok, akik most azt mondják, hogy igenis, hogy többől él, meg két kaladódiali hegységrendszer, valószínűszi hegységrendszer, egy ütettség, ökettség lekopott 10 év mint a... Nem. Nem. Szóval nagyon sok minden teljesen másképp van, hiszen gondoltuk bele, egy olyan hegység nem attól röghegység, hogy valamikor egy feldűnt hegység volt, tehát egy ugyanabb feldűnt hegység, ami most mondjuk az Alpok, meg az Andok, vagy a Himalaya. Fegyődik a lemeztetőnk a nyomás hatására, fegyődik, és itt a névmérők alatt az erózió szépen lepusztítja egy kis, még nem is egy-két ezer, hanem 1500 méter, vagy 6-700 méter magas ilyen lankásabb hegyet lekopnak. Nem! A nagyon sok röghegység nem szilárd kőzetből áll. Azok tudjátok, hogy minek a maradványai? A vízezőnek. Azok üledék. Azok az üledékhegyek, amikor egy 1000 méter magas vízfal tolt maga előtt mindenféle iszapot, sár, romot, gyerekek, fák, minden hozott maga elé, és utána, ahogy régen volt a rohamás, járt a vízön, azok lelepettek. És ott volt a kupac. Ilyen egyszerű. Addigra már esetleg volt egy-két törés, volt egy-két persze, ez azért bonyolult. Állás, nem akadálya a mederben, és akkor... És ennek aztán bizonyos fokú rendszer látszik benne, hiszen ha megnézitek a tengerben is azért, ahogy áramlik ugye a tenger, vannak egy bizonyos ilyen hullámonak a múlva, amiket sodor a tenger akar. Tehát gyakorlatilag itt is erről van szó, azért tudjuk egy az új kaledonai hegységrendszer, ez is egy rökhegység. Tehát azért tudjuk ilyen rendszerben, mert ahogy a vízözönnek a vízfala hordta ezt a nyíladék réteget, vagy ezt a görgető réteget, a hadalékot, de gyakorlatilag ugyanebben az állomási rendszerben ülepítette le, tehát ahogy ez áramlott. És aztán ez megmaradt, tömörült is, meg a belőtt a fű, meg a fa, meg a mit tudom én, és mondjuk a kezéért. Tehát nagyon sok érdekesség van még itt. Van egy kérdésetek esetleg? Hát ám, bármilyen kapcsolatban. Na most a szellemi fényeműről még szeretnénk beszélni. Igen? Van a fényel kapcsolatban a komplementáris szín, és na hát ez oda tartozik, és a rendes szín közt. Na most itt, hogy ez hogy megy számbelileg? Hogy ezek nem kiegészítik egymást? A komplementáris színek? Igen. Hát, már egy gyógyítás kapcsolatban gondolom, hogy hihetetlenül működik. Na, ugye, mert ha én nekem hiányzik a zöld színnek a frekvenciája, akkor én mindenféleképpen sokkal könnyebben vagy nehezebben tudok valamit felemelni, vagy megtenni, vagy gyógyítani azt, ugye, akkor kompletterol magamat. Ez már biztos, ez színek és fények, könyvvel minden, ezt kéne meg lehet kísérletezni. Na most ez hogy működik így számfelére? Miért komplementáris szín? Mi a kettő közt a különbség? Az, hogy együtt adják ki az egyet? Igen, is. Igen. Tehát lényegében az univerzumban, a teremtésben nagyon sok lehetőség van, aminek az egyik lehetősége az úgy van meg, úgy alakult ki, így mondom, hogy bizonyos energiák, bizonyos hatókörrel rendelkező angyalok, elemeknek a lényei, vagy bizonyos magasabb szintű entitások, nem egy fajta energiával, hanem egy energiarendszerrel
egy komplexebb energiát testtel rendelkeznek. Ők valami hatókörrel bírnak és oda tudnak adni az univerzum különböző helyén egyszer egy időben is. Hogy hogyan ezt gyorsan elmondjam, érdekel van nekem? Oda tudok visszautalni, és akkor rögtön értetőre fog válni az egész, hogy hogyan tud mondjuk egy angyal, itt a Földön is megidézem, adni, ugyanakkor akár az Orionba, vagy egy másik galaxisba, az Andromeda, vagy a NGC 697-esbe, mit tudjátok, tehát hol, hogyan tud egyszer időben ugyanakkor is adni. Hát úgy, hogy abban a teremtési fraktálrendszerben, amelyik ugye a legelső téridő kialakulása volt, utána sokszorozódik, tehát ugye minden egyes forrásnál kialakul egy másik kis téridő, aminek aztán lesz egy univerzum a teremtési fraktálja. Mondtam, hogy emlékeztek, hogy a Mandelbrot halmaz, a belőle indított fraktál és képekben újra meg újra a felfedőkben kisebb-nagyobb formában, és van egy olyan kép is, hogy egyszerre van benne, vagy 20-30 vagy 50 darab is, kicsi ilyen minták szerint egy ilyen bolgot terítő szerve visz ismétlődő modulnak. Gyakorlatilag itt is erről van szó. Az univerzumban minden egyes ilyen energia mintázat összekötető egy-egy hatókörrel tulajdonsággal valamilyen módon az univerzumban a teremtés működésére van aspektusával, amelyik intelligens és bizonyos fokú intelligens lényekre hatással van. Mire gondolok arra, hogy tudjuk az angyalokról például, vagy különböző magas szintű entitásokról, hogy ők erőkomplexumok, tehát összetett erőterek, amik a nevük is igazából mondjuk ezt írja körbe, vagy valamilyen módon ezzel fejeződnek ki, és ezért nincs igazából az Isten egy olyan, hogy most ez egy fő angyal, ez egy alangyal, ez egy alkangyal, nem tudom milyen angyal, tehát ilyen földi hierarchia, mert ott hatókörök vannak. Ott a úgymond az őrangyal, aki mindig bennünk van, és ugye emberi dolgokkal küzdik, rizelőt küzdik, emberi dolgokkal foglalkozik, meg egy olyan angyal, aki alá egy egész csillagrendszer, vagy egy galaxisnak egy nagy szerkor, sok-sok millió csillagrendszer és annak sok-sok millió valójú lényeivel tartozik, akkor az most mi alatta van? Ez fontos, hogy kevésbé fontos. Nem. Része, de az őrangyalnak ugyanolyan fontos szerepe van bizonyos szempontból, a teremtés szempontjából, mint annak az angyalnak. Csak más, teljesen más a lépték, más a hatókör, más a hatás vonal. Na most, ugyanaz az energiamintázat, ugyanaz az interferencia kép, hogy mondjam, az univerzumban bárhol egy időben kijöhet, hogy a Mandelbrot halmaz képe is, az ugyanaz a fajták képen, vagy ha továbbítod, fölfő bukkal. Mit jelenti? Ez azt jelenti, hogy attól függetlenül, és ez az interferencia minta, ez igazából ugyanazt az egy angyalt jelenti annyi helyen. Tehát az angyal, figyelek, itt is van, meg máshol is van. Ha te megidézed, ez nem azt jelenti, hogy az univerzum túlsó sarkán ide repül, és itt lesz, hanem hozzá legközelebb eső, ami szintén itt van, tehát nincs az a legközelebb eső, mert az hogy mindenki megy el, csak nem egy időben. Tehát hozzá legközelebb eső, a legkönnyebben elérhető ő, tehát ugyan a kompressz energia rész, önálló Mandelbrot halmaz, mint ahogy az hasonlítsa, csak éppen a mérészetünkhoz itt van legközelebb, itt van, fog aktivizálódni, fog működésben lépni veled kapcsolatban. Ami messze van az univerzum más-más pontjai, azok nem ide jönnek rám, azok az ottani idézők meg fognak aktivizálódni. Így valami minden érthető? Tüzelem, vizelem, földelem, levegőelem. Ugye? Ezek is aspektusok, illetve elvek, amelynek bizonyos fizikai megnyilvánulása is vannak, és bizonyos fokú használ lények, ellen lényeknek a tevékenység is köthető hozzá. Itt is nagyon van szó. Hát az a tüzelem, amelyik itt hat, ugyanúgy hat máshol is, az univerzum más teremtésben, más dimenzióban, más pontokon is, de mondjuk a más dimenzióban azt hozzá kell tennem azért, hogy bizonyos kiteljesedés, tehát
dimenziós szám növekedésnél ez egy kicsit más és más lesz az energia mintázatnak is a hatása, hiszen más dimenzióban, más törvényekkel, másféle megnyilvánása, másfajta interakcióban, másféle hatásokat kiváltolni. Tehát az egy összetettebb dolog, de ugyanaz a tűzelemnél, ugyanaz a ellenhatás fog itt is érvényesülni, mint bárhol máshol. És nem ugyanarról van szó, hogy az egész egy, pontosan az egész egy, de túl vagyunk a dolgot, így lehet a legjobb megtisztelni szerintem, tehát az egész univerzum, az egész univerzum belül, ezek a különböző, de külön helyek, ezek egyek. Miért? Azért, hogy mindegyik, mert ugyanaz az energia, ugyanaz az interferencia képe. Tehát az egész az egy. Azt, hogy te melyiket aktivizálod, ugye melyiket idézed meg, a kérdés segítséget, az attól függ, ugye, hogy az adott helyen hol van hozzá közelben, ugyanúgy, ugyanaz az angol, mint más. És ez vonatkozik, mondom, másféle ilyen energetikai vagy dolgokra is. Így valamennyire már világosabb, ugye? Akár valamit akartam. Igen. A technológiákkal is visszavezetni től azonosság kérdése és keresése. Hát egyes kultúrában, egyes fejúban használják már a szinte nullidóval történő helyváltoztatás. Hát helyváltoztatás és helyzetváltoztatás, ez egy jó kérdés. Ott egyébként hasonló az elv, mint itt, ahol az angyalok egy szere két pontban igen, szóval ugyanez a helyzet a térkapos ugrásokkal is, hiszen létre kell hoznom két pontban hasonló formát, egy hasonló jelenséget, és onnantól fogva a két pont között átjárhatóság. Na, már tisztot árultál el, nem így van. Tehát mit mond a korreláció? Miért a hasonlóság el? Ez azt mondja, hogyha valamit én hasonlóban, valami hasonló geometriai struktúrában rendezek el, akkor egy másik tőle bárhol levő, ugyanolyan vagy hasonló geometriai struktúrában rendelkező teremtésbeli geometria, a kapcsolatban kerül. Így lehet egyébként megegyezni csillagistenségnek a szellemét is. Egyszerűen kavisból, vagy gombból kirakott az Orion csillagképet. De mondjuk elég pontos alak. Rámeditálsz, és ha jól tudsz meditálni, meg jól adtad ki, akkor azzal a csillagrendszertek kapcsolatban kerülsz. Hasonlóság elve. Na most ugyanígy, itt is erről van szó, lényegében, tehát amit mondtam, hogy a csillagkapunknál is két olyan azonos létezési frekvenciájú helyet hoznak létre, egymástól akár ezerféljébe is, mert azáltal, hogy együtt rezegnek, nem lesz köztük rezgés különbség, nincs aszinkronitás. Vagyis mit jelent az? A legébe belépek, az azt jelenti, hogy fölveszem azt a létezési rezgést, de az egy másik helyen ugyanúgy valóság. Mivel fizikailag jöttem bele, a kettő között egy hajszemális vékonyabb időhártya van, hogy az a bizonyos hullámból vízfelszín, amit majd jól ábrázolnak egyébként, a többit azt nem, az ilyen nézőkapoknál, vagy csillagkapoknál. Na most az azt jelenti, hogy te lényegében a másikban, tehát mind a kettőben létezel. Inkább mivel fizikailag létezel, átlépül a másikban. Minden ezer fényebben. Tehát a másik baj az ki. A kettő között nem létezel, mert együtt lesznek egyszerre, egy időben egy helyen van. A együttrezgés jel alapján. Így megérthető valamennyire? Hát honnan jön innen a szín? Tessék? Honnan jön innen a szín most? Szín? Hát amit én kérdeztem. Ja. Hát jó. Ez nem van. Na igen, jó. Tényleg jogos, de itt elkanyarodtam mind a során. A szín az onnan jön, hogy ez egy fajta energia mintázat, ami kijavítottam jó. De mi van akkor, ha én azt mondom, hogy rajzolok egy ilyen csillagot, ez egy energia mintázat. Tudod, azonban van még máshoz egy ilyen csillag, meg megint máshoz egy ilyen csillag, meg megint máshoz egy ilyen csillag, meg megint máshoz egy ilyen csillag. Ez az a hatacsony. Még egy tempó. Hogy
Na, akkor úgy az fontos, hogy itt is van még egy. Meg... Itt is van még egy. 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 Itt is, meg itt is, meg itt is, meg itt is. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy ez mind egy. De, várjátok, rendben az van, amit ebben az van. De ez az egész, még összekötöm, akkor ugyanúgy, ha jól az voltam volna, ugyanúgy egy ilyen határok csillagokat ki. Hát nem az úgy rajtoltam. Hát valahol az voltam, mert határok kiadtam. Jó. Jó, Tehát ez is mindegyik ugye önmagában egy-egy ilyen interfezőt, ami mindenhol hat. De hogyha ezeket újra az van ám, hogy megint nem tudom szépen, minden szépen az van. Tehát ezek önmagukban egyenként azonos jelenekben, mint ezeket, tehát állom megint a kötelezőben. De vegyük készen, hogy az egész mit tudom megint kiadni? Olyan a kör. És ez része egy másik ilyen közének, amelyik itt van mellette, tehát egy másik ilyen kis körülbelül körületnek, amely közé még egy másik kör. Igen. Hát ugye, csillagrendszerek, galaxisok, metagalaxisok, univerzumok, és ugye különböző szintű buborékok, összetett rendszerek. Azt akarok kiukadni, hogy ez is egyfajta elv, de a színek kapcsán lehetnek olyan variációk is, amikor a különbözőnek tűnő, vagy nem különbözőnek tűnő, mert különböző ilyen energia, komplex energia rendszerek együtt ehhez hasonlóan, csak az elvet akartam ábrázolni, kiadnak egy újat. Tehát olyan van ki, ami mondjuk ebben az esetben nem kör lesz, hanem mondjuk egy ilyen kocka lesz. Tehát egy kocka lesz. És mondjuk olyan ad ki, amikor a bűvös és a zöld, ugye, a két kompetens szín esetében. Na most, de mit jelent ez? A köd egy olyat, amely újfajta hatása lesz, ami valamilyen másfajta módon, mint a kettő eltérő, külön-külön. Tehát növeli a rendszerben, növeli az univerzum teremtésében a variabilitást és az egymás hatásnak az egyenlőbb rendszer. De mindig ugyanazt adja ki, tehát... Na, de mindig. Ha a kettő ugyanazt adja ki, de mégis, ha a kettő egymástól függetlenül dolgozik, akkor nem adja ki azt, mint kettő egy. Külön-külön ugyanazt adja ki. Hát miért nem? Az mindig zöldet kap, zöldtől mindig pirosat kapsz, vagy bordót kapsz, a sárgát. És itt egy nem a gyógyításra gondoltam? Nem, most a színek tényleg. Kimondottan a színek, én teljesen kompletzárszínvalásra tettem az egészet, a kozikussal tettem az egészet, mert gyakorlatilag arra van szó, hogy a színek. Hát csak a színeknél... Hát de hogy nem, az egy olyan minőség, amelyik mondjuk kéket sugárzik vissza, ugye rendben van. Na most honnan jön be aztán ugyan a pirosnak, a kéknek a sárga a párja, ugye? De gyakorlatilag a hullámhoz, valamhoz, hullámhoz. De mindig ugyan hozzak. De jó, akkor lehetsz is, de a dolgot jó, mint többet akartam, aztán menjünk a belső tényre. Jó, az a lényeg, hogy jelent, hogy ezt nem érti senki. A vörös, ugye, a leghosszabb hullámhoz szólt, a kék legnagyobb hullámhoz szólt, tehát ezzel a nagyobb energiájú. Ilyen fatinó, de ugyanabban 8-as, 8-forrás, 7-forrás főtartóról van szó. Ugyanabban van szó. Tehát mindegyik, tehát a vörösben is, meg a kékben is, tehát a hosszabbáról szó vörösben, vagy lehetne szó kékben is, ugyanaz a fénypartod, ugyanaz a 8-forrás hely van 7-forrással, ugyanaz van benne. Most nem ilyen vagyok.
egy üres, akkor mégis mi lehet a különbség? Hát abból el a fordulásig milyen gyorsan változatják egymást ezek a forrásai. Ugye és nem lehet, hogy ilyen helyen, vagy pedig ekkorában kell neki. Mi alatt a sebességek körbe másolódni? Nem az most. Rezgés, persze, hát ez a ugyanaz. Rezgés. Attól ez még nüanszi változásnak tűnik, ugye olyan léptében, ahol a fénypont nagyon parányú működni otthonhoz képest, tehát nagyon nagyon pici, több milliárdot részlet, már nagyon pici, de mégis a fordulás időnek, illetve a másodás sebességet, a rezgés számnak, nyilván valahol, ahol hosszabb utat kell menni, azon a sebességgel, másodási sebességgel, hogy kevesebb fog keletkezni, tehát kevesebb rezgése, alacsonyabb hullámhossza lesz, mint ahogy gyorsabban tud, tehát több rezgése lesz, magasabb az energia hullámhossza, rövidebb, tehát gyorsabb, ez nem a kép, ez a különbség. Gyakorlatilag minden lehet a színkülönbség. A látható fényen belül, ez tovább fokozódik az infravörös, meg a infravörös, nem is tudom mi van, és ugye a kék egyre gyorsabb, egyre kisebb, és még kisebb, minden, egészen a gamma sugárzásig. Ha már nem is tudom, Belső. Menjünk a belső fényre. Igen. Beszélni a szellemi fényre. Igen, most már arról szeretnék beszélni. Tehát a szellemi fény, ugyanúgy nevezik, mint a fénykotont és a külső fény, és bizonyos szempontból analógiát is lehet vele összeállítani. Én inkább azt mondanám erre, bár ugye nem ugyanabban azt mondtam, hogy fizikai jelenségről van szó, a belső fény mégis valamilyen módon magával a fénykvantummal, magával a fénykvantum individuális tudással, illetve a jelenségével, tehát a fény hoz a külső sötétségbe, analóg. Nem azonos, de analóg. Ugyanis miről van szó? Arról van szó, hogy a belső fény egy olyan magas rezgés számú lélek működést jelent, a lélekben lévő kis gyémántocskákat a tudatalatti belsejében, a tudatalatti, ugye ez a lelkünk, van benne a babocska, hát a tudatalatti, és ebben van a tudat fölötti, ami felsőben bérünk, ahol ugye egy gyémántocska, és egy lélekszépen van. Na most, tehát ez a, ugye ez az ébredtudat, vagy feltudat, ami lebontódik ugye a halálkor, tehát lebontódik emiatt a személyiség. A születéskor belülről kifelé indulva elindul egy olyan ilyen struktúrálódás, egészen a lélek külső határig, amikor felépül a személyiség az adott tempóval az élet. Na most ennek a belső kis lélek sziklácskának a működésében keletkeznek a saját belső fénymagocskák, amelyek a belső szellemnek a fényét adják. Természetesen ez egy adott a lélek a külső, biztos láthatod meg én, hogy egy csomó mindent el kell előtte mondanom, hogy korrekt választ tudjak adni a dolgokban, de a külső ébredtudatnak a lélek cellái, erről sokat lehet olvasni, hogy Győri bácsinál a lélegzelmési című könyvéletben, a talokás felé is megcsinálta a modellben, biztos láthatjuk a munkatárszerben a gyerekből. Tehát egy olyan cellrendszer alakul ki, amely 64 sávban mélységszerűen keletkezik belőle kifelé, és ebben távolodik az adott életben megszerzett tudásnak az információ. De ez bemegy a tudatalattiba is, mikor ennél sokkal több, mert viszont teljesen másképp távolodik, egy sokkal bonyolultabb, összetettebb cellrendszer formában, aminek a pontos szerkezetet még nem tudjuk. A felé megmutatja, de még nem tudjuk pontosan. Na most ebben ez a belső fény is távolodik. Ugyanis a legbelső lélekszikránk az isteni mindentudással rendelkezik, hiszen a teremtő az Isten azonos, belőle kipattan a teremtő és a belehelyezőzbe, tehát ilyen elkülönült lélekké válva. Lényegében megőrzi a kapcsolatot a felső élőkből, megőrzi a kapcsolatot a teremtővel, az Istennel, de lekorlátozódik az egyéni megtapasztalás, egy kihelyezett, a teremtésre belehelyezett
megfigyelőnek a pozícióját. A belső fény tehát elvileg isteni tisztaságú lehetne, így tudom megfogalmazni. De nem lesz az, mert kívülről a nem tudásnak, a tőlésed a nem tudásnak külső sötétségét belülről kell megvilágítania. Mire tudok képülni? Arra tudok képülni, hogy a külső megtapasztalással, a külső információk és az életeken átfolyó megtapasztalás megszerzésével ugye egyre magasabb, úgy azt mondjuk, hogy egyre magasabb lélekrezgésre teszünk szert. Az egyre magasabb lélekrezgés pedig mit fog bennünk felszólítani? Belső fény. Nem mondanám azt, hogy termelést, hanem valami belső fény felszabadulást, vagy valamilyen módon való aktivizálódást. És ez a belső fény, tehát összefügg az Isten nyugodtunkkal, aminek egy része egyébként ki is sugárzódik. Tehát egy bizonyos része a tudatalattiban távolodik, nem tudom, hogy nem aktivizálódik, de egy másik része az aurámban is, illetve a velünk, mi tényleges fénytestünkben, ami a kauzális testünkkel azonos, igen, mert ugye van a fizikai testünk, ez a háromdimenziós negyedik test, van az éteres és a szintetikus testünk, összekötve az asztrál testünket a fizikai testet, tehát az érzelmi testünk, van a mentális testünk, amivel ugye unikálisan gondolkodunk, és igazából abszolháltan vagy racionálisan tudunk gondolkodni, és van a kauzális vagy ok testünk, ami lényegében egy fénytest, tehát teljesítmény egy fénytest, ezt nagyon abban látok, különböző ötében látják. Maga az atma pedig, ami a kauzális test után jön, az már maga az a fénymag, a lelkünk belső magja, már különösebben külső alacsony dimenziók testek nélkül van. Tehát ez a fénytest mindjárt egy kis sugárzik belőle, tehát minden fényt is sugárzik. Csak ez nem úgy látható, tehát nem fizikai fény, nem olyan fénypontunk, mint ami a külső rendszerben, ugye kertetből beszéltem. Tehát valamilyen módon, érdekes módon ez az első fény ezzel a belső isteni lélekszikránkkal összefüggésben, és a külső életeken átfolyó megtapasztalással ez a belső mindentudást őrző, tehát nem elfelejtő őrző belső rendszer kezd aktivizálódni. Tehát a belső fény kigyulását én igazából így tudom majd körülélni. Ezt egész pontosan nem lehet fogom, ez csak megélni lehet. Tehát vannak egyébként utak, tanfolyamok, mindenféle gyakorlatok, amikkel ugye megtisztítva a belsőket, egy fénytisztítás végezetnek is van többféle módja, gyakorlatilag átérhetővel tesszük magunkat, illetve a belső fényünket félesze, sokkal inkább át tudjuk ezt élni. És ez nagyon lényeges. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy a külső zavaró, belén kimondott negatívum nincs meg. Fénytisztítás a fény belső, belülről való kifelé áztása, vagy a külülről való lefelé való feltöltésével ezt tudjuk magunkhoz szerintem. De ez azt is feltételezi, de tudunk kérdődni, ez azt is feltételezi, hogy magasabb tudatszinten kell kerülni, vagy fogunk kerülni ezáltal. Magasabb tudatszint pedig magasabb interaktivitást, tehát nem aktivitást, mert belülről a lelkünk maga az mindig aktív. Magasabb interaktivitást fog létrehozni a legbelső lélekszikrán és a külső ébredtudatunk, vagyis az egónk között. Tehát ez a fajta hátja, ez a fajta fátyol, ami eltakar a mi tényleges valókat, a tényleges valódi jövőlétünket és tudásunkat, ez egyre inkább átlátszóvá fog válni, és a belső bölcsőtől, a belső mentőtől, vagyis a felső mentőtől egyre több és több tudást szerzhetünk vissza, vagy ez egy hülyen hangzik igazából, mert a sajátunk, csak ismerhetünk föl magunkban. Szabadunk föl. Szabadunk föl. Szabadunk föl. Gyerektudat? Igen. Hú, ezt most nem egészítem, mit értünk ez alatt? Hát a tudatunk, a legújt, 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 a legújt
a külsőben tudatban való egyébként a megnyílása felé lehet ezt így elvinni, hogy ez azt jelenti. És ugye sok elfolytásnak van, hogy a gyermekezményi tanulmányokat. Ezek olyan információk, ezeknek gyerek értékben is, nem csak gyerekkorban is, és kisgyerekkorban is, és fiatalkorban, hanem az értékben is vannak traumák, amelyek felvannak. Tehát hol tudtál adni, hogy a külső cellrendszer törődik, csak a tudatban van. Az mindent eltárgyak. Na most viszont ezek a negatív dolgokat hatnak, úgy kell tárják a fény, a belső fény. Ezek kezdődik meg vagy kioldani, valamilyen kinezológiai, valamilyen autómódszerrel, eszkémódszerrel, és megszüntetni ezeket a gátat. Mert ez a belső fény, ez lényegében a magasabb odaszintre kerülésünknek az állaga, illetve a valódi mivelünknek, tehát a valódi újra fény lényi válásunknak a lényegében az új. Na most azért is beszéltünk belső fényről, a személy fényről, mert ez odaállal egy másik világból, tényleg szó szerint fénykívülást eredményt, azt látom. Ugyanis, az az érdekes, amit mondtam az előbb is, hogy a negyedik dimenzióban nem ez a fajta fénykvantum világít, nem ez a látható fényvilágít, hanem maga az idő a fény. Tehát a tárgyak is sugároznak fénycsugarnak, a maga a tárgyak is világítanak, tehát ott minden. Egy nagyon érdekes tónusú közeg a negyedik dimenzióra menni. De minden a fényes, tehát azt jelenti, hogy forrás nélkül minden a fény maga. Na most ez azt jelenti, hogy akkor nem a fény pontról világít, akkor hogy van a belső fény, nem egy komolyság ötödőben a dimenziós szint. Persze. Ott még egy másik aspektusa van ennek a világosságnak, amit világosságként fényként nézik, de nem azonos a fény pontról, a fizikai fény pontról. Ez nagyon lényeges. Nem azonos, csak analóg vagy hasonló, de egyfajta fénykudás nézik. Ez a háromdimenziós rendszer, a háromdimenziós világ magasabb szempontból egy nagyon-nagyon alacsony nézésű, sötétnek mondható, beszűkült, lekorlátozott. Gyakorlatilag egy olyan levetülés a magasabb dimenzióknak, ahol szó szerint a sötétség olyan uralkodik. Mi világos látjuk, és itt van a szép az ég, vagy kék az ég, de igazából, ha te azt a belső fényt, amit láttál és igazából mutattam neked, hogy azért van a fehér fényekeink, azért van a fokozatai, köszönöm, akkor lehetsz fel, hogy igazából ez kurvát, ez azért még eléggé. A legerősebb napsütés is igazából ahhoz a fajta belső fényezés megvilágosodáshoz, mint belül lehető el, és lényegében amikor felismerés, hogy itt egy nyílt kapcsolat a belsőnk és a külső lélekszerem a tudatunk között, ahhoz képest ez semmi. Tehát nem összehasonlítani. Tehát az tényleg egy ilyen nem világcsapás, mert az megint nagyon hasonló. De egy nagyon-nagyon erős fényként éljük meg, nem tudok szokván, fényként érzékeljük, de szellemi fény, lelki fény, belső fény, a megvilágosodás fény, a tudás fény, szóval csomóképpen lehet ezt szavazni, nagyon amit beszélünk. De ennek feltétele, hogy a belső tudatot szavazni, hogy tudjon aktivizálva a részt, ez a jó kifelé sikerül. Mert aktív ő, de kifelé nem tudjuk menni válni. Az kell nekünk a lélekezésünket emelni, hogy egyre inkább szimptomba kerüljön. Nagyon magas lélekezés és nagyon csak lélekezés között nagyon összefogja. Ugye? Tehát ha emeljük a tudásunkkal, illetve a belső tisztításokkal, különböző szellemi, a szellemutó jelvű különböző módokon képzi magát, fejleszti magát, tisztítja magát, akkor előbb-utóbb nagyon magas lélekezésre fog ütni, és előbb-utóbb elérheti azt a összegértéket, ami által az a belső fény számával egyre inkább tud megnyilvánulni és aktivizálódni és tisztelhetővé válni. És tényleg akkor szó szerint belül, nem a lehonyolt szem helyében belül, természetesen, hanem belül. Egy olyan fényt látsz, ami határtalan. Nincs határa. Nincs forrás, és az érdekes, nincs forrása. Illetve, ha nagyon jó megfigyelő vagy, azt érzékeled, hogy a belső fénynél, hogy valahol innen fölülüljön. Igen, fölülüljön. Hát az a, atyának, a te
és a mi, bocsánat, a mi teremtőknek a fenntartó része, fenntartó fénye szerepe. Hogy a reszkész számot megemelt ember, viszont tudatalatú volt volt egy csomó elfolytás. Hogy nem értem el semmit. Nem, azt kikérlem a módon, amíg valaki is kellene. Most a transzfeszemes szilógiát, amit végzünk, már most másfél éve örökítsük az oltásokba vagyunk bekenni. Tehát ezeket te hozzuk el színnek. Most már nézem azt, hogy legkosztatom már. Ez az a belső feszültség a fiatalokban, hogy mindenki van, hogy majd szétvették. És ez megszűnik. Most már így megszűnik. Így van. Egyébként elég tudnak ugye a mai időben az is, hiszen beszéltünk már erről, hogy most ugye a Föld egy olyan emelkedési periódusban van, amiben hát lényegében úgy most már nem visszaközik. Tehát úgy most már el kellett dönteni most 2006-ra, hogy nincs tovább. Tesz vagy 5 évre. 2006-ra a Földanya nem kaptuk haladék. Ideig mindig kapott. Tehát már 2000 előtt lett volna, hogy is mondják, hogy ilyen nagyobb változásokra, hát finoman fogalmazva, tehát mondjuk így, hogy komolyabb globális problémák a katasztrófákra események, jósóban is voltak, benne is volt a valamelyik akasok tervben, tehát isteni tervben. De tulajdonképpen mindig azt kérte, hogy még egy kis kartot megkapjon, és hát ezek a kis mutas emberként már valahogy rájönnek arra, hogy nem tudom, hogy csinálnak, és hát a jó lesz. Na most elérkezett egy olyan határ, hogy kész, nincs tovább. 2008-ig mindenképpen beindult most már ez az emelkedési folyamat. De ezt a szabad akarattal kell eldöntenie. Tehát isteni szinten is van, istenségi szinten is van szabad akarat. Természetesen, nem csak emberi szinten. De nem mondhatok, nyilvánvalóan az igazi okok ismeretében, ha valaki ezeket átlátja, akkor nyilvánvalóan valamennyire kiszámíthatóan fog dönteni, és az okok ismeretében a logikus és helyes döntés igen és nem között nyilvánvalóan csak az egyik lehet. A másik az az döntés. Azt lehet, hogy hozzá nem ismert okokat, akkor nyilvánvalóan valószínű, hogy 50%-ban rosszul dönt. De valaki ismeri az okozatokat, meg a bocsapokokat és ennek a következményét, akkor nyilvánvalóan szabad akaratából annak megfelelően fog dönteni, ami a harmonizál az isteni tervekkel, a rábízott felelősséggel, rábízott lényeknek a továbbfejlődésével, és ez nem az, hogy most háromdimenziós szinten van. Mert ez a világ, a Föld története most háromdimenziós szinten, az elmúlt évezetek során, évtizedek során lezajlott. Új korszak jön, új tervekkel, újfajta úgymond kísérletekkel és lehetőségekkel, és ehhez neki most magasabb létezési szinten kell lennie. És ez alkalmazkodik a szabad akaratából alkalmazkodik. Tehát nyilvánvalóan. Mármilyen szeret minket, állatlan lényeket, 2008-ig neki elindul ez a felemelkedési folyamat. És aki ezzel lépést tud tartani, tehát tudja a tudatszintjét emelni magasabb rezgésre, tehát mondjuk, hogy negyed dimenzió szintet jelentkezem? Igen, majd lépésű. Tehát tudja emelni, az földanyában lépés dolog, vagyis nem szkodja a földanyától, tehát egy magasabb létezési formában itt a Földön úgy tud élni, és remélem nektek egy könnyebb, mondjuk, hogy aranykorban egy könnyebb létezési formában fog tudni élni, hogy a Dürrbácsi sokat beszél. Fölbejegyezett Föld, csak szeretet és tisztaság lesz, olyan más testünk lesz, de tisztább lesz, bizonyos, semmiféle szennyezettség nem lesz a Földön, könnyebb lesz az élet, könnyebb lesz szülni, csak minden könnyebb lesz. Ez ezzel függ össze. De aki marad háromdimenziós rezgés szinten nem tudja, egyszerűen annyira materialista, vagy annyira ezzel hozik a szellemi út nehézségét, hogy ő ezt nem vállalja föl, annak semmi akadálya, kérlek szépen maradj háromdimenziós tudatszinten, de akkor neked egy másik háromdimenziós rendszerbe kell magadra születlen, mert a Föld az nem maradt háromdimenziós. Hogy te innen neked el kell kerülni egy másik iskolában, ez az iskolában most. Ez ebből az iskolában most egy főiskola lesz. Mint ahogy jönnek most ide máson már rengetegen. Vissza nem lehet, csak vissza lesz egy sok pont.
visszaesztem a zsupóba. Na most, igen, ugyanis a következő van, ezt biztos tudjátok, most ezzel minden embernek fog csak ilyet mondani, de valaki már számtom azt a halott, de a tudatkérni megmondom el. Lényegében fönt egy olyan iskola, ahol 12 osztályra kellett járni az iskolát. Tehát alacsonyabb dimenzióval, két dimenziós rendszerben jönnek a lelkek ide tanulni ebbe az iskolába, a kiolvodából, és utána mennek tovább, ugye magasabb dimenzióval, negyedik dimenzióval, főiskolára, egyetemre, úgymond tovább tanulni. Igen ám, de mi van akkor, hogyha az öreg diák 6-ban, 7-ben, 8-ban mindig visszamukik? Megújja a teremtő, aztán átmegy. Igen, de mindig visszamogik. Tehát magyarul az öreg diákok valamik az iskolába, de ennek az új kis nem volcskák. Az iskola egyre túl zsúfoltabb lesz, egyre többen nyomorognak ott abba a tartalma. Végén már ilyen egy osztályos teremé válik az egész, ahol elsősök és nyugdíjasok együtt tanulnak, mert nem férnek el. Ez a most a Földön, ez a programatolódás, ez a 6,5 milliárd. A 6,5 milliárd léleknek több mint a 80% a fiatal lélek. Úgy fiatal, hogy még befelé tart az anyag. Az anyagi rendszert kell megismerni, nem hogy csak életelen, nem egyébként a kidomozás rendszerből. Tehát neki ez a világ, ez még jó, fekszik, gátlásnak tudja a pénzt használni, értetek, tehát háborúzni, bármi, mert nincs benne még olyan életek által lesz, hogy ma is értünk, csak gátlás, hogy ezt nem szabad, azt azért nem szabad. Mert te is visszakapod, meg Isten mit tudják el a valóvétek. Tehát ezért van egy probléma itt a Föld. Ez a megszűnne ez a fajta fiatalok által a ünnepesedés, akkor ismét helyreállna, mondta az a rend. Az öreg diákok ott tovább kéne mennek. Az öreg diákok azért nem engedik tovább, mert mindig követnek el valami olyasmi csin, amiért nekik osztályt kell ismét rá. Mert elveszik az emberektől az Isten képet, a reinkarnációnak a tanát, elvesznek minden csak az volt anyag, anyagiasság, pénz, és szerezés, és élvezés, és egyszerűs, és most nekem minden. Ez a dolog. Tehát gyakorlatilag a Föld szinte összes globális problémáját le lehet szűkíteni a pénz, mint egyetlen irányító és hatalmi eszköz és erőforrásnak a kérdésére. Persze, hogy innentől kezdve egy iszonyatosan nagyon szegényedik ki magát, ugye, az egész mentális gazdasággá. És a lényegében, magasabb szempontból, ez teljes mértékben egy csődék, egy sárkányzal, egy legsötétebb valami, sárkány valami, de zseniális. Tehát tudás van benne, mert igenis, hogy azok, akik a pénzzel benyitanak, nagyon is okos. Ők meg tudják azt tenni, hogy nem megyünk otthon a másik lényen eredményt, látszó eredményt, hanem ezer éven át is dolgozik ezen. Ugye lásd meg az, hogy Kárpát-medence születeményben. Hát ezer éven át is dolgozik. Vagy a mai időben is. Az van, hogy most én megszálltam egy országot. Nem. Azok a kölcsön. Eltérjük 5 év, 10 év. Nem baj, bukom. Nem. Belefér, mert máshol nem hiszen sem pénzt visszaszegek, ugye, a már gyarmatosított országokból. De előbb ők is volna nekem tejelni. Mert hogy működik az egész? Úgy adok kölcsön, hogy ellenőrizni tudja, hogy ti visszatértek-e fizetni ezt a kölcsön nekem rendesen a szervész szerint, hogy én a gazdasági mutatókat bekérem. Évente egyszer, kétszer, háromszor. Igen, ám, de annak alapján tudom nézni, hogy hol mutta, ez a gazdaság milyen szépen fejlődik, mi itt a mit tudom én, a oktatási rendszer felekkel, mint a miénk. Nézd már, mit tudom én, a nehéz képipalok jobb, mint a miénk. Szóval egyébként, tehát figyelj, mi nyerességes lesz. Mi történik? Beépülnek emberek, emberei, lezillesztik az adott volt elő valamit, privatizálják ugye, bankért, és akkor kezdve már még egy elsőséget is neki fog teljelni. És ugyanakkor meg nem tudják kifizetni a törzsnek a kamatokat, az a lényeg mindig csak annyira az új eszre a gazdaság, hogy a kamatot tud fizetni. De a kamaskodjában ne kerüljön. Ezért van a megpróbálás. Most nagyon merészet mondtam, de ha nem tudom, hogy ez van. Ez így van. Ez tényleg hosszú táv. És ez hosszú táv, de hát, de várjál, de hát ha belegondolsz, van, úgymond volt idők, és most már tudják meg is, hogy nincs idejük,
jön a nagy elszámolás. Ezért akarnak egy anyagi háromdimenziós rendszert fenntartani, mert nekik az a lépdelem. Negyedik dimenzióból jön ki, hogy van a söpörve. Ott nem lehet pénzzel üzérkedni, meg itt manipulálni. Egy olyan tudásalkotás van, ahol azt nézik, hogy mit tudsz, szeretet van, megértés van, és az Isten és az emberi egyéni valamiában összefüggésben vannak a társadalom belül a feladatok, illetve önkéntes munka van, de mindenki azt csinálja, amilyen szépen is szeret. Egy héten vagy kétszer dolgozok, két órát érted, és akkor több idő alatt meg képzeld magad, vagy másokra segítesznek. Szóval teljesen más. Számunkra egy utopisztikusnak ható a társadalomnak van a földön kívül. Még talán ebben egy picit így belenyújtott a Feri Kocsis fejének a könyve, ami valamennyire ez, mármint az háromdimenziós világról ír, de egyfajta ilyen kényelmesnek technikailag szimulál, de mégis egy Isten központú világról ír. Én jobban tennék ezt a Feri, mert itt is meg lehet csinálni. Egy lehetséges változat. Igen? Az is egy lehetséges változat. Persze. Második lehetséges változat, hogy a Matrix valamiban, tehát hogy... Egyébként mesélni, a Matrix is valahol létező valóság. Van ilyen. Van. Kőkemény is, még ennél is kemény dolgok is vannak. Láttam el én is ilyen. A lényeg, hogy a jutalás a fejnek arra, hogy itt a háromdimenziós rendszerben, ha meg tudnánk valósítani egy ilyen utopisztikus társadalmat, akkor higgyetek el, illetve a tudásunk alapján látnánk, hogy előbb-utóbb újra négy időzőssel válna föl. Miért? Azért, mert egy olyan társadalomban, ahol szakrális, tehát magas szintű tudással jó emberek, illetve beavatottak kezére van a hatalom, aki tényleg az ország vagy a anyabolygó érdekében hozza a döntéseket és intézkedéseket és az egészet felemelik, tehát egy ideálisan működik, kellene gondolom, hogy növekszik a rezgésszám, vagyis átvezetik az egész földet, tehát úgy nekünk a dimenziósra válik a föld. Végül is ugyanezek vannak benne a különféle ilyen felnőtteknek szóló sci-fi mesekülnekbe, amely csillagok, mint tovább kell arra beszélgetnünk, hogy mi a filozófiai értelme egy ilyen filmnek. Pont ez egyik ilyen, hogy bemutatja azt, hogy ha egy társadalom olyan fejletté vált, akkor azok fényénnyé váltak. Jó, ez meg kell nézni 30 ember részt, ami valakinek nem tetszik az emlézőnek. Hát egyébként most a sci-fi-ből csak annyit, hogy legyen kész, legyen több, gyakran azt szeretem most már bennük a dönkívüliek, csillagkapuk, illetve ugyanszóval a reinkarnáció, illetve a szellemek is megjelennek. Amerika filmben sajnos általában ilyen holisztikus van, vagy a fegyetőek mindig hosszabban hosszak, kívülve ugye a holisztikus találkozásokat, de az meg nem Amerika rendezte, hanem Truffaut rendezte. És most a az indigó gyerekek... A színek az ahol színek. Hát úgy, hogy a lelkek most már azért először lesz az indigó gyerekek, most már 20 évesek, tehát még a gyerekek. De ők egy más, teljesen más gyerekcsoport, más szellemleg jó, hogy így fogalmazzak, más szintről is jöttek, és ők már az új megváltozott földnek a előkészítésén dolgoznak. Ezért átlakulnak. Most már vannak ugye kis tengelyek is, ázik a két tengelyek álma. Mert ő nincs segítség, nem értik. Hát ő is tudna előadni. Megcsinálszik egyébként, most ott tartsa egy adást, hogy egyébként a halancsázni nektek. De több megjelzően beszélt volna. Ők megint teljesen más szintről jöttek, és ők igazából azoknak az energiáknak a lelkei, akik semmi közük ezek az adigenek, államdimenziósok, hogy nem is kérték, nem is kérték a problémákat. Azért nehezen tudnak ide beilleszkedni, azért nem megkezelhetetlenek, mert egyszerűen nem értik el akkor olyan működését, hogy teljesen máshoz jöttek, és más fognak nevelősíteni, másban fognak élni. Tehát ők már ennek ezen van itt. Na most egyébként azért még hagyjálódják ki, hanem most 2000 jövőre bizonyos változások lesznek, és aktivizálni fognak bizonyos életcsoportokat. Én nagyon mennyit fegyelmel kell erről. Tehát aktivizálni fognak bizonyos életcsoportokat, tehát az indigókat, és elkezdik a feladatokat most már így pacekba végezni. Ideig tudod így mindenféle módon, mert nem lehet másképp, de jövőn vége felül már így. Elmondtad, a Kozsó magyarázott egyszer, hogy neki az jött le ilyen asztrológiai úton, hogy
nagyjából jövő nyári, jövő őszi lesznek ilyen hektikusabb időjárások. És azt mondta, hogy szerintem Magyarországra vetít, hogy ilyen 3-6 hónapon belül elkezd... Nem, kiborulni a pig. Aha. Tehát, hogy itt ilyen 3-6 hónapon belül ilyen drasztikus változásoknak a bekövetkezésének magas esélye van. Tehát ez megint csak olyan, hogy még mindig lehet változtatni a tervezni, mindig meg lehet oldani. Kicsi rá az esély ezzel a igen. mai magyar társadalommal, politikai vezetéssel, de igen, hát és ez a megfelelőt lebutított ügyéken, most ne legyünk magunkra, hanem ahhoz képest kérdem, amit akarnak állunk el, és ahol mossák az adunkat. Nem akarok jelenti, hogy miért kellettek mondani, de semmi sem nem volt. Tehát valóban egyfajta folyamatoknak le kell zárni, mert egyre kell esni ahhoz, hogy itt legyen változás, de ez mindenképpen csak időkérdése. Mindenképpen időkérdése, mert a Kárpát-medence, tudjátok, kiemel szerepelnek a végítéletben, tehát itt az utolsó időben, és a Kárpát-medencéből indul el a szellemi felemelkedés, az egész fegyelmet is felemelkedik. Tehát ez nem csak a magyarokra vonatkozik, a magyarok által az egész föld magyarokra is. Ez bizony egy dolog, és nagy felelősség. Hát ennek egyik útja módja ez a belső fénygyújtás, amit ugye nagyon szépen megfogalnak több ilyen magasabb idegrendszerek, névjegyük írásokban, hogy légy te is fénymunkás, te is gyújtsál a fényt először magadban, aztán pedig ezzel dolgozom máshol is. És minél több ilyen belső fénygyújtás van, ami kívülről nem látható, de fontos, hogy nézzük. Tehát látható, hogy különböző vannak a kis fénypontocskán, belső fények, és mindenkiben az egész emberiségnek arra alkalmas része, az megvédi ezt a lépést a tartalmat, hogy egyébként menni ezzel az átalakulási változásra. Akik pedig nem, azok a szabad akaratunkból most vannak távozóban. Azért van ennyi baleset, azért ennyi katasztrófa. Itt 500, vagy 3000, vagy 50-hány ezer halott van. Ezért menni kell. Menni kell, mert a változások, a bőkösszegyarkatunkból, ugye a lehetett belőle megfutatlan, a dalódi tudás rendelkező belső isteni minnyoknak, a lélek szikrányoknak a döntéséből, tehát nem az egondoltól, hogy nem, hogy kivalkod meg ilyen bőkösz, nem. Tehát a legbelső léleknek a szabad döntéséből van ez. De a lélekfejlődés, a lélek nem tapasztalja meg a léleket itt a Földön, ami kell az, hogy tananyagot elsajátítsa, tehát a háromdimenziós karmányoknak a tananyagát elsajátítsa, ezért nem lehet is kell tudni. Tehát mondjam, ha valaki nem zseni, az elsőben nem lehet ütő egyetemre, már általános iskola első osztályt, mert adja meg. Ha nagyon zseni, akkor ugye mehet, de olyan kevés van, illetve gyanús, hogy akkor ő már azért ezt egyszer kiállta. Már nem azért. Tehát lényegében ezért döntenek úgy, hogy nem várják a 2012-es 2016-os dátumot, hanem ők már most távoznak, mert éppen alkalmas rá mondjuk egy olyan eseményen, egy merélet, egy repülőgépkatasztrófa, együttek egy szekulár vagy földengés, földcsőszamlás, erdőtűz, bármi. És ezért nem tudom. Van-e kérdések? Igen? Igen, már előbb is akartam. Azt akartam megkérdezni, hogy tavaly szólásért arról, hogy több teremtési cikluson ment már át a Földtől, ez ugye a hatodik teremtés, hogy... Hatodik naprendszer, hogy gyakorlatilag az egyiptomi ábrázolásokon, meg egy-két ábrázolás, meg majd ugye a mondó világban is ugye ott van, hogy a falvédőre érkeztünk, hogy arra akarnék rákérdezni, hogy lehet az, hogy a Föld egyik jelentési rendszerben kicsit lapos volt, vagy síki jellegű volt, mert a lényegre vonatkoztatjuk ugye, hogy a síkdémen második dimenzióból érkezik. Megsúgom neked, jó, elkezdtél, csak nem a Föld lapos, hanem
a falvédő, a kétdimenziós sínek, az a teremura. A teremura. A teremura maga ez a dimenzió, hát ez a felszín, ez a kétdimenziós sínek. Itt van a szomszédban. És gyakorlatilag innen, mondjuk így, hogy átkonvertálunk egy kicsit, tehát átsegítjük őket a megfelelő kétdimenziós megtapasztásnál, hogy fejlettség után a CIO-dajanáknak nevezett segítőbe gyere szakasztó magasabb lények, akik ezt a lélek átállítást, lélek utállítást megcsinálják, és ezekről a átdimenziós rendszerben válik alkalmasan, hogy tudom, hogy beszélhetni, de kapcsolódik, hogy lefizik. De nem egy, a kétdimenziós világ nem másképp elképzelni, ez maga a teremből, ez a háromdimenziós dimenzió által buborék, ami körülvesz a naprendszer, az Oort felvezér. Az Oort felvezér gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugye, azt biztos halltátok már, hogy a naprendszerben bárhová nézünk, minden felé látva ilyen kis sziklodarabokat, üstökös magokat, az üstökös, és rakvályok üstökösség, tehát egy csovákhoz a legjobbé, akkor repülő a Marsnál kicsit bejebb, és a nap elkezdő felolvasztani a felszínen lévő jeget, vagy valamilyen gázokat, és ezek ugye... A napszél miatt a csóvát. A napszél irányítja a csóvát, igen, de a meleg közül előzolni, az lesz maga a csóvát. Na most, nagyon jó, egy szikladalak, vagy egy jégdalak, vagy bármilyen. Na most, az Oort felhő, az pontosan a naprendszer határán van. Tehát itt belül van a naprendszer, a napocska. Itt van tölt a bolygócskán. Keringenek. És van egy nagy-nagy színet, és utána van az Oort felhő, tehát a naprendszer határon. Ezen kívül a négy dimenzió van, ezen belül három dimenzió van. De nem tudjuk pontosan a nagyságát, illetve tudjuk, hogy jövőbe. Ez úgy kell elképzelni, csak a viszonyításképpen, hogy itt a nap, itt van a belső naprendszer, és körülbelül itt van a Pluto pályája. Ez a Pluto pálya, az a bizonyos majdnem 900 milliárd kilométer arányaiban. Van még az a bizonyos tizedik bolygó, amelyik itt belül kering. Az itt a belső napocska jön, de az ki is minden naprendszerből. Ez igazából nem jól az van. Mert a gondolról az van? Mert először volt a tizedik bolygó, az a Pluto, ez a Pluto pálya. A Pluto pályájánál körülbelül ennyire kerül. Tehát majdnem még egy nap Pluto távolsága kerül, ez a bizonyos tizedik bolygó, tehát a tizenegyedik bolygó, hiszen hogyha a félpontos ugye bolygóra feszülbár szétokban, akkor a Pluto az már tizedik bolygó, nem a kilencedik. És ezért mindig nincs igazából a tizedik bolygó keringése a naprendszer határának a felénye. Utána van egy nagy üres, üres tér, és aztán csak a teremura. De ez nem görög. Hanem igazából ennek ilyen alakja van. Egy kicsit módos alakban a naprendszernek a buborékban. Ez érdekes. Erre utalt a felé Tatán, az utaltunk azt hiszem a fórumon. Nem, amikor ilyen, akkor később a napjáraton, akkor ott volt a tüdőben beszélek. Hogy nem mindegy, ez a bizonyos Mardunk, ez a 12. bolygó, hogy honnan jön be, hogy innen jön be, áttör be ezt a innen jön be esetleg, áttörve a teremzet és égszakadást okozva, vagy pedig innen
a mandónak a alapja, mert ez igazából az egész ideig kihalt. Az egész ideig már napig kihalt. És ez csak értelem úgy jelenik meg, hogy már itt van belül, és nem okoz éjszakadás. Itt van tőlünk, kikerültünk a semmiből pár millió vagy pár százmillió kilométerre. Tehát ez az, hogy én mondtam, hogy nem érdekli most, hogy a mandónak a szikülete hatol be, hogy tegyük innen. Ezt nem tudjuk. Valószínűleg mindig okoz éjszakadás, mert a tapasztalat az ez. Tehát hogy a nyelvűvésnél éjszakadás, az indulás, ez ezért függ össze, hogy okoz. De lehet, hogy van a tanulmányokat, ez nem maradt, azon az időben átszakította, de lehetnek olyan is, amikor nem. Lehetőségét ez nem. De akkor ez a szűkület az elvileg a napnak a sarkaihoz megy. Úgy van. És akkor jó eséllyel, akár ez a teremúra lehet egyfajta olyan szerűség, mint a földtől a vonal növezet, csak ez nem egy mágneses burok, hanem a napban lehet egy jó belső folyamatok miatt egyfajta kérdésület. A kertési teremtési úr, igen. Igen. És aztán egyébként, hát ha itt átszakítja, akkor van egy kis időnk, nem tudom mennyi, egy év, egy-két év. Egy-két év, mert azért repesztám viszont sebességgel. Hát a 3600 év alatt, 3600 évenként tér vissza, az azt jelenti, 3600 év alatt nem csak egy naprendszerről is vissza, hanem megveszett az évadatlan távolságot. Az összes bolygónál sokkal-sokkal gyorsabb van. Nem. Figyelj, az ember egy négydimenziós térben. Miért lenne hasonló metrika egy négydimenziós térben, mint ilyen? Ugyanaz. Hát amit felismerjük meg azt, és akkor... És 3600 évent van az a jelenség, azt tudjuk. De előtte valóban most fog megint visszatérni. Előtte mit értek le? Mit okozott? 2028-2032 tájékán váltó le a Mandu. Mi is látás lesz? Hát előtte ezt írtam le, hogy a Sumer leves papát tudjuk, hogy 3600 évenként tér vissza a ez egy ürálmas nagyságú bolygó, tehát hogy fölnő jóval nagyobb. Mit okozott az előző katasztrófa? Mindig katasztrófa. Szétrobbantottak. Féton bolygó. Szétrobbantottak. Mars, Jupiter közöttek. Meg a holdunkat. Hogy kisebb nagy katasztrófák van, tehát például, ha nagyon-nagyon szerencsénk van, nagyon-nagyon szerencsénk van. Tehát a legidálisabb esetben, legidálisabb rossz esetben jön be, hogy ezt is fölítanám, itt mondjuk, tehát itt a nap, itt a Merkur, a Vénusz, a Föld, a Mars, a szörnyezet, a Jupiter, akkor általában a Mars ugye beváltik az első dolgokhoz, de legalábbis ide a Mars, és innen megfogod, de inkább megfordulva. Minél kisebb ilyen, ahogy rendület, hogy gyorsulat tud kihaladni a rendszerből. Tehát általában a belső rúgóna a Marson belül be szokott jönni. A belső rúgóna az a földön belül van. Megrángatja a nap. Na most a napot, hát a napot a nagyon nem tudja megrángatni, inkább a többi bolygót tudja megrángatni. Napkitörések megváltoznak. Jó, hogy napkitörés megváltoznak. Hogy igen. Már nem egyenletesen fog a nap sütni, hanem különböző. De akkor a napban lévő forrás is meg kell rákatni valamilyen hát, szinten. Kicsit megváltoznak. Na most, amit akarom, hogy ideális eset. Ez nem egy ideális eset, meg ez sem tétlenül a fölött közelében. Azt, hogy a fölnek ütülöző kicsi a valószínűsége. Ezek a közelében. A szerencsék, hogy a föl nem itt van, hanem mondjuk itt van. Tehát csak ez a távolság, ez olyan nagy, mint ez. Tehát gyakorlatilag mindenképpen bizonyos szempontból a földi gyakorlott katasztrófának hatását tekintve attól függ, hogy hány millió, hány tízet, hány százmillió kilométerre halad a föld mellett. No. És ennek megfelelően a gravitációs hatásával a föld részére hát kisebb katasztrófákat, de mindenképpen valamilyen nagy balhét okoz, illetve a vele gondolós lett. Tehát a nukleus összeszed.
oldalakat, meghallgatok azt, hogy a kérdétek mindenféle sletti rálad a gravitációs mozgásával a kísérővé válik, azok veszélyesek, azok ugye mellette jönnek többé társakat, azok közül előfordulhat, hogy is valamelyik eltalál valamelyik oldalak, valamelyik bolygó. Egyébként ezt történt annak idején, a Fétonnal. Ugye Marduk az itt mente mellette, itt voltak a Féton bolygó, csak éppen a Marduknak, a Marduk az egy különböző nagyobb bolygó, a Marduk az iszeti szélnevű holdra a terület találta a Fétont. De úgy teli be, hogy totál tett. Véletlenül. A villanás sepparzó villanás távolból tudjuk ugye, hogy elég tábán van leírva, hogy ugye Tiamat felett az Istenek ellen, és akkor Marduk az északi szél nevű végrehajtóját küldte Tiamat elpusztítására, és el is pusztított Tiamatot. Tehát Tiamat az a Féton bolygón azonos. Itt végig azt beszélt ez a negyedik tábla, hogy a Marduk mint istenség, akinek egy fizikai egy bolygó mennyiben is van, az egyik csatorsa, tehát az északi szél nevű csatorsa, akit a vége a Tiamatokon és a Féton bolygónak a elpusztítása. Na most azt történt, hogy a Fétonnak volt egy holdja, amely viszont a Féton szétrobbanásakor elszabadult, és mivel éppen a Föld viszonylagos gravitációs közelségben volt, ezért a Föld vagyis olyan kérdési pályán volt, hogy a Földet célozta, hogyha a Földet terület találta volna. Na most erre vonatkozott az, hogy ezt a fajta 380 makros, tehát kicsit nagyobb sugarú keringési pályát módosították EOK-ét 365 naposra, és ezáltal a közvetlen összeütközést, ami bekövetkezett volna, elküldték azáltal, hogy itt volt akkor már a Földi alapot, tehát csak egy ilyen súrolás következett be. De várjátok, hogy tudták kiszámítani az akkori szellemi előtt, tehát a kellokáé, hogy a Marduk, amikor ide betör, el fogja találni a Fétont, az északi szélnevű holdja. A Fétonnak a holdja meg el fogja találni a Földet. Jó billiárd. Jó billiárd. Kar, egy irigány. Például is nem lehet egy jól alatt felé tudni, hogy egy hét alatt értem, még tudott technikával sem. Nem 20 évig kellett hozzá, néhány hónap alatt felépítették, nyilván az a idő alatt a hánytén volt. A Fétonnak nem volt ideig, meg ebben nem voltak a felelők. Nem tudtak kitérni, nem tudtak sem csinálni, annyit tudtak, hogy amit tudott elmenekültül a Marsra, a Földön. És itt a hol tehát súrolta a Földet. Hát úgy csak oda nekünk előbb beszélni, de hogy a bajló kivetelés szóval mi volt az igazi célpont? A Föld vagy a Fét? Hát azért ez is egy jó kérdés. Hát a Féton. Féton? Nem a Föld? De valószínűleg a Föld is. Mert nyilvánvalóan, miről lesz szó? Ha igazából arról lett volna szó, hogy a Föld megmeneküljön, akkor meg is menekülhetett volna. Nem megmenekül, csak egy kicsit meg. Nem több ívése. Hát de nagyon ívés lett. Itt több száz évek ívés lett. Vagy hát talán többen, hát többen lennék, de lényegében az első 300-400 év az valami iszonyat lehet, tömény iszonyat lehet. Olyan jégkorszak, meg olyan semmi, olyan minusztász, amit akartunk, aztán minden volt. Tényleg, ott túlélni csak a Föld belsőben, tudták a Föld antizizáció. Tehát a Föld, mit kezdtem az előtt, hogy Széton volt a cél, hogy a Föld. Nem, az előbb a fejem volt, hogy ezt egy időszköt törölték, tehát lehet, hogy meg kell mondanom. Nem tudom. Jó, megvan, igen, de mégsem. Tehát lényegében a Keoká is egy Keuf volt, tehát a legmagasabb istenség. Mindenkinek ugye egyike. Azzal a
Isteni tanácsi döntéssel fordult szemben a lázat föl, hogy a Föld megsemmisüljön, és ezért építette a különös rendszert, tulajdonképpen a Martyrologist is, ugye, hogy elkülönböző ütközést. Na most nyilvánvalóan ez a lázadás egyfajta változást okozott az egész naprendszerben, tehát ennek hatásában másfajta galaktikus eseményekben is. És annyira tudták lényegében módosítani a dolgot, hogy azért annyira nem hosszú a Föld. Tehát nem a totális megsemmisülés volt, de ha terület találja a Földet, úgy van, mint a fékkal. Tehát szép próbált volna. Hanem csak meghatózott a lenyel, és újra berendezés, és újra indul a földi civilizáció. Viszont Keokát ezért megbüntették. Tehát ő ezért megbüntették, majd nem is van bezárva. Mennyikor kell az utolat évezetek alatt. Nem fizikai van bezárva, de lényegében egy olyan mozgásterében abban a telefon van, ahol nem tud lényegében ki szabadulni, csak ennek a ciklusnak a végén sem. Hogy ennek minden korban az oka meg mi, az egy külön hosszú történet, de Istennek, Istenségnek előfordulnak ilyesmik, tehát... Hát sem válítottak egy kis. Igen, most ott néhány ezer év más tényleg nálunk, de mindenképpen egy eléggé erős ennyibenye. Szóval egy erős ennyibenye. De ha igazából belegondolunk, akkor is egy kellókedő nyelvfőnök itt van. Tehát nem menekült. Viszont valószínűleg valamilyen módon mégiscsak nem akarták azért az Isten mint tanács, hogy a Föld megsemmisüljön, mert engedték, tehát meg tudta csinálni kell a különös rendszer. Jó, hogy egy picit később, tehát elvittük az ütközést, viszont mégis megtörtént a katasztrófák is, csak nem akkora, tehát a Föld maradt ott, mint iskola. Viszont új terveket lehetett erre készíteni, és bizonyos átcsoportosításokat lehetett a Földön újra bejutani és figyelni, hogy most akkor milyen hogy az emlékség történelme, milyen fölzések, hogy avatkozunk be. De mindig a kezdetekkor, általában mindig istenségi segítségek vannak. Tehát lejönnek ide, leinkarnálódnak ezek a magas istenségben, magas szintű entitások, és tanítják az embereket. Tehát általában egy-egy ilyen magasabb kultúra, civilizáció, az mindig legalább egyre, vagy egy ilyen csoport, tehát egy ilyen beoltott csoport köré épül föl, és ezért bukanak elő, mint a semmiből magas szintű kultúrákban, vagy vírusról is beszélték el többek között. Nem tudom, hogy ez egy olyan kérdésetek. Van meg az alára. Nem? És tudod, nem állítsam, nem? Nincs meg katalom, ugye? Negyed év. És azért már elmondhatom, hogy a bőes hát persze, hogy a tolla találni a híven bejött, táncmányunk volna. Azért kérdezem, hogy a téma érdekes, ha van esetleg egy nagyon rövid gyors kérdésetek, mert rövid gyorsan tudok válaszolni, vagy nem tudok, akkor azt még esetleg tétek, hogy aztán látom a teremet a könyvkére. Én meg engedjétek? Az előbb az őrangyaloknál nem akartam belepofázni. Figyeljétek meg! Az első elgondolásatokat, ha végrehajtsátok, az jó. De ha közben megváltoztassátok, nem. Tehát oda kell figyelnünk az őrangyalok csugallatára, és akkor haladunk előre.